Kedves testvérek, Isten égét a János evangéliumából olvasom a negyedik fejezetből, a 19. verstől kezdődően a 26. versig. Az asszony így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Isten, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Isten imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói, lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják Őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt: Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta, én vagyok az, aki veled beszélek. Jézus épp az imént mutatott rá arra, hogy a vele beszélgető asszonynak öt férje volt, és akivel jelenleg együtt él, nem is a férje. Jézus arra vezeti el az asszonyt, hogy felismerje lelki szomjúságát, amit jelen esetben ő a folyamatos partnercsereivel akar kielégíteni, az asszony egy hát nyilván roppant kellemetlenül érinti, hirtelen témát váltana. Inkább vallási kérdésekre tereli a szót. Próbálja a személyesen őt érintő kínos ügyről elterelni a témát teológiai kérdések irányába. Hol kell, hol szabad Istent imádni? Mi samaritánusok, mondja, a garizimon imádjuk, tiszteljük az Istent, ti pedig Jeruzsálem. Hát akkor most hol kell? És érdekes Jézus válasza, leszögezi ugyan, hogy a zsidók közül támad az üdvösség, de nem megy bele abba, hogy most akkor kinek a templom a legitim, itt kell Isten imádni, vagy ott kell Isten imádni. Nem mondja, hogy a zsidó kultúra magasabb rendű. De azt sem mondja igazából, hogy Isten bárhol lehetne imádni, hogy nincs szükség templomra, hiszen mindenütt jelen való, mindenhol ott van. Sokan így értik, amit Jézus mond, de valójában ő nem, nem pontosan ezt mondja. Jézus azt mondja, hogy eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók. Mire gondol Jézus? Mit ért óra alatt? János evangéliuma alapján egyértelmű, hogy igazából a szolgálatára, sőt a halála órájára gondol. Jézus azt mondja, szükség van templomra, de a templom ő maga. Szükség van áldozatra, de az áldozat ő maga szükség van egy olyan helyre, ahol fizetni kell a bűnökért, de igazából ő maga ez a hely. Ezáltal jut el az emberekhez az élő víz, amiről eddig beszélt. Na de hogyan lehet Jézus templom? Gondoljunk bele, ha nem megy oda Jézus, akkor ehhez a kúthoz, és nem mondja ennek az asszonynak, hogy adj innom, ez az asszony soha nem talált volna rá az élő vízre. Bizonyos értelemben helyettesítő halála, már ebben a momentumban is megtalálható. Hiszen mit mondott Jézus a kereszten? azom. A kereszten abban az órában a 22. Zsoltárt idézi. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Olyan vagyok, mint a kiöntött víz. Erőn kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél engem. Jézus meghalt, szomjúhozva, kínok között, hogy mi részesülhessünk az élő vízből. A végső szellemi szomjúság megtapasztalása kellett ahhoz, hogy kortyolhassunk ebből a hűs vízből, a kegyelem vízéből. Amen.